Sziasztok! Egy újabb programozási példát veszünk. Az előző két részben én fölvázoltam egy alapkapcsolást, ugye a második részben ki lett egészítve a kapcsolás egy kis nyomógombbal, egy kapcsolóval. Na most ennek a segítségével, meg a ledecskénkkel fogunk csinálni egy egyszerű lépcsőház világítás automatát. Na most én a programot gyorsan már begépeltem előre, hogy ne menjen az idő vele. Látjátok, aztán van egy onsite int 16 nevezetű, vagy hát értékű változónk, ennek i a neve, ugye ez az i betű, ez az i szócska a maga a változó, és itt az értéke jelenleg 2, csupán 2, ezzel fogunk manipulálni, ez adja meg a késletetést, magyarán mennyi ideig világítson majd a ledecskénk. Ugye az aktív kimenet ideje másodpercekben megadva, ez 2 másodperc lesz most a bekapcsolás ideje. Ide értelemszerűen most, mit tudom én, 60 másodpercet írnék, tehát egy 60-at írnék be, akkor tudnám, hogy 1 percig világít majd a lépcsőházba a villany, hogyha megnyomom a gombot. Na, szóval lássuk. Azt mondja, van egy if, a nevezetű függvényünk, ugye kapcsoló zárójelek között itt értékeli ki az if-et. Azt mondja az if, mindig azt figyeli, hogy itt utána, amit megadtam, itt ebbe a két zárójelbe, hogy az a dolog igaz-e vagy se. Ha igaz, végrehajtja. Ha nem igaz, akkor kihagyja ezt az if utasítást, és ugrik a következőre, majd ez az else nevezetű utasítás lesz a következő. Tehát az if-nél itt meg kell adnom egy feltételt. Egyébként ez az if, ez ugye azt jelenti, hogy ha. Tehát, ha nem bemenet kapcsoló, akkor végrehajtja, egyébként meg ez hajtja végre, itt a két kapocs között itt. Na nézzük, mi ez a felkiáltójel input. Szóval, ha bemenetet akarok vizsgálni, hogy az most H-szinten van, vagy L-szinten van, magyarán lenyomtam a kapcsolót, vagy nincs lenyomva is, akkor ugye marad H szinten, akkor azt úgy tudom a legegyszerűbben megvizsgálni, hogy azt mondom, hogy figyelj ezt az inputot, ugye a kapcsoló lábon, itt megvan adva, hogy ez a pin 3-os láb, és hogyha ennek az értéke elszintű, tehát ez a felkiáltó jele, ez a negálást jelenti, magyarán nem H, akkor ugye az L, tehát hogyha ha bemenet elszintű, akkor ezt csinálja. Itt semmi más nincsen, látjátok, a LED nevezetű láb az magas szintre fog váltani, magyarán távfesz közeli érték jön ki belőle, most jelenleg ugye 5 volt, és ezt megtartja i-szer 1000 millisekundumig. Ugye tudjuk, hogy a millisekundum az a másodperceknek az ezred része. Magyarán amit itt az i-nél megadtam, ugye most jelenleg i egyenlő 2, az azt jelenti, hogy 2000 ezred másodpercig. Az kereken 2 másodperc. Jó. Mi van akkor, hogyha a kapcsolóhoz hozzá se nyúltam, és ugye a felhúzó ellenállás miatt H-szinten van, akkor ezt az if-es részt, ezt ő figyelmen kívül hagyja, hiszen ez a feltétel itt nem igaz, nem teljesült. Rögtön erre az else ágra ugrik, és akkor megnézi, hogy mi van itt a kapcsok között. Ugye itt az van írva, a ledecském lába, ahova a led van kötve, a mikrokontrollernek ez a lába, ez itt meg tudjuk nézni egyébként, ugye ez az A2-es, az legyen alacsony szintű. Magyarán nem fog világítani a led. Na most azért azt tudnotok ki, hogy ez egy elég fapados megoldás, gyakorlatilag több sebből vérzik, mert egy kapcsolónak a figyelését azt nem így illik megoldani, hanem úgynevezett megszakítással, vagy interrupttal. Ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, erről fogunk tanulni majd egy kicsit később. Én csak annyit akartam megmutatni, hogy gyakorlatilag 3 sorral megoldható egy komplett lépcsőházi automatának a vezérlése, és bármikor megváltoztathatom a paramétereket. Tehát nincsen pótméter, amit itt nekem tekergetni kell, mert én ezt programból állítom be. Nincsen forgó-morgó alkatrész, ami el tud kopni. Azt is láthatjátok, hogy a port A3,
az ugye az ez a láb, ez csak bemenet lehet, itt a nyilacska mutatja az irányát, ugye ez ki és be, 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 attól függő, hogy majd minek fogom én programozni ott a programba, ez most kimenet vagy bemenet. Na mindegy, szóval nagyon nem akarok belemászni a dologba, tudom, hogy sietsz, vacsorázni kell, a barátnőd is szólt már, ne üljél tovább itt a gép elé, menjél, tényleg csináld a dolgodat, a következő részben majd egy kicsit bővebben fogom kitárgyalni, addig is próbáld meg megemészteni, amiket leírtam, tekintettel arra, amit itt próbáltam elmagyarázni. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted a videót, jó éjszakát kívánok, sziasztok!